Az az igazság, hogy amikor indultunk 2006-ban, akkor még csak Sikh Transitként indultunk, de aztán mindenhonnan megkérdezték, hogy mi az, hogy Sikh Transit, meg honnan van, és akkor elmondtuk, hogy Sikh Transit Gloria Mundi, így múlik az evilági dicsőség, de mi nem hagyjuk. És aztán amikor különböző plakátokon megjelent Sikh Transitként, hogy tehát, hogy beteg szállítás jellegű dolog, meg for transitként poénkodtak velünk, meg minden, akkor úgy gondoltuk, hogy ha magna cum laude-nak lehet teljes latin neve, akkor nekünk miért ne lehetne. Így lesz Sikh Transit Gloria Mundi. Uh-huh. 2006, akkor alakult a zenekar, de hát annak azért volt előzménye bőven, hiszen mindannyian ismertétek nagyjából egymást, régóta zenéltetek. Igen, igen. Hát ez úgy indult, hogy a zenekar akkoriban 4 tagú volt, akkor még nem volt énekesünk Robi személyében. Az akkori alapító tagok Jászberényi Károly dobos, Vereszkei Kálmán másik gitárostársam, illetve Dér Norbi basszusgitáros voltunk. És akkor elkezdtünk, akkor még saját zenét játszottunk, illetve egy-két népdal feldolgozást is, ami mostanság inkább a fő profilunk. És így léptünk először színpadra 2006. szeptemberében. Aztán ezt a fellépést követték egyik-másik, így kézről kézre adtak bennünket a helyek, és azt vettük észre, hogy a magyar népdalok rockzenei feldolgozásának autentikus hangszerek használata nélkül nagyon örültek mindenhol. Úgyhogy elkezdtünk inkább a népdalok felé mozdulni, és most már gyakorlatilag másfél órás szintiszta magyar népdalokból álló koncertműsorunk van. Uh-huh. Robi, te hogy kerültél a csapathoz? Én 2010 szeptemberében, vagy októberében kerültem a zenekarhoz. Ők kerestek meg engem, ugyanis Torma Lacival egy munkahelyen dolgozunk, és odajött, hogy mit szólnék hozzá, hogyha lenne egy ilyen... A Kálmánnal együtt énekelsz, nem? Igen, a Kálmánnal korábban kórusban együtt énekeltünk. Ő már sajnos nem tud olyan aktívan részt venni ebben az egészben, mint amilyen aktivitással részt szeretne venni, de... Ez az Ars Musica. Ez az Ars Musica, így van. Esztergomban. Őt onnan ismerem, úgyhogy tulajdonképpen én végigkövettem a zenekarnak a fellépéseit. Többször volt, hogy a Széchenyi téren Esztergomban kimentem koncertjeikre, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy népdalokat játszanak, hiszen ezt nagyon sokan ismerik, és többen énekelték velük együtt. És így aztán rajongóból lett frontember. Te korábban együttesnek voltál tagja? Tehát frontemberként már kipróbáltad magad? Nem avan zsáltam így frontemberré zenekarban, hanem inkább az, hogy színdarabokban játszottam, illetőleg ez a kórusvonal, ez az, amin megragadtam, úgymond, és akkor 2010 szeptemberében léptem először színpadra a zenekarról, úgyhogy én voltam a frontember. Kinek az ötlete volt? Robi gyakorlatilag az én ötletem volt, tehát a zenekar történetének van egy a középső része, amit kihagytunk, hogy aztán Janovics István személyében, aki szintén az Ars Musica kamarakórus tagja, volt énekesünk is, de Pistinek a magánéletben adódó nehézségei miatt nem jutott ideje már a zenekarra, amit nagyon sajnáltunk. Egy Dorogon egy bányásznapi koncerten búcsúztunk el tőle, meg ő búcsúzott el a zenekartól és a közönségtől, legalábbis a Sikh Transit keretein belül. És hát kerestük a megfelelő megoldást. És én láttam Robit az Esztergomi Várszínházban színpadon játszani, a rádióst játszott a padlásban. Hát meg még gyerekként, amikor kicsi volt, a Légy jó, mint halálig, Nyilas Misia is volt, még nagyon pici. Igen, ezzel a színdarabbal kezdtem, és akkor folytatódtak tovább a főként inkább musical színdarabok. Utána szerepeltem drámában, de az nem igazán az én világom, inkább maradtam az ilyen musical színdaraboknál. Úgyhogy hál' Istennek ebben elég nagy részem volt, és több színdarabban tudtam játszani. Szóval rádiós, igen, bocsánat, mert a szabadba vágtam, Laci. Robival egy munkahelyen dolgozunk, tehát munkakapcsolatunk volt, én nem tudtam, hogy ő énekel ilyen jól. És ültünk a színpadon, és akkor bögdöstem a feleségemet, hogy te ez a Robi, el voltam ájúva tőle. Tehát Robi tényleg olyat énekelt, hogy én nem tudok énekelni rendesen, tehát nekem mindenki, aki nálam jobban énekel, az jó, de a Robi az valami frenetikus volt. És hát amikor Pisti bejelentette, hogy ő nem tudja többet vállalni a mi ilyen zenész életmódunkat, akkor nekem egyből a Robi jutott eszembe, és gyakorlatilag amikor kiderült, hogy váltanunk kell, akkor mindjárt meg is kerestem őt, hogy mit szólna hozzá, gondolkozzon rajta, és hála Istennek elvállalta. Ez a First Class Arcok, a stúdióban pedig
Torma Laci, illetve Orosz Robi, a Sick Transit nevű együttes tagjai, illetve bocsánat, Sick Transit Gloria Mundi, hogy tökéletesen, helyesen mondjam, hiszen ugye ezt már megbeszéltük, hogy kicsit hosszítottatok, vagy hát ezt a teljes kifejezést így múlik el a világ dicsősége, használjátok már a zenekarra. Nyugodtan lehet hozzászólni a beszélgetéshez, 0670-645-0000, ez az SMS szám, 061-555-5500, ez a telefonszám, ez itt csörögdélik az asztalom. Lehet kérdezni a fiúktól, elmondani a véleményt, ki volt már koncerten, milyen volt a koncert, hogy tetszett, illetve persze az aktuális közlekedéssel, időjárással kapcsolatos információk is természetesen jöhetnek ide hozzánk. Na fiúk, akkor vissza Robihoz, illetve ahhoz, hogy frontemberré váltál. Laci, te sejtetted, hogy jó lesz ebben a szerepben Robi? Nem volt félelmet például abban a tekintetben, hogy még soha ilyen helyzetben, hogy frontember nem volt előtte korábban? Én általában úgy működik az én életem, hogy valamilyen dologra ráérzek, hogy az jó lesz, akkor az általában nekem ez beszokott jönni, és Robira így ráéreztem. Ugye valamennyi színpadi rutin azért lemárt egy zenekar élén, és tudtam, hogy neki ez a színjátszóból megvan. A hangjában 100%-ig biztos voltam, hogy ezzel nem lehet probléma, és olyan érzésem volt, hogy ezek a dolgok, ahogy történnek, megint nem véletlenül történnek. Úgy tűnik, ez bejött, hála Istennek. Uh-huh. Robi egy kicsit fiatalabb azért a többi tagnál. Milyen a hangulat egyébként mondjuk egy-egy ilyen koncert előtt, koncert után, odautazás, visszautazás, együtt dolgozás, próba? Hát a próbák egy nagyon kis helyen zajlanak, Kálmánék alaksorában van kialakítva egy kis stúdiónk, és akkor ott fülhallgatóval próbálunk, hogy ne zavarjuk a házat. Most ez a legújabb újításunk, mert eddig hangosabban próbáltunk, és a szomszédok nem voltak ennek mindig örömére. És átálltunk erre, tehát kis helyen zajlódik, ettől nagyon intenzív lesz a dolog. Egyrészt mindenki, mindig van valami új ötletünk, egy új szám, megpróbáljunk megcsinálni, időnként végigjátsszuk a koncertműsort, hogy azért az is meglegyen. Tehát ez nagyon jó. Az, hogy nagy korkülönbség van a zenekarban, az az aranyos történetük van, amit Robi mesélt nemrég, hogy anyukája megkérdezte, hogy te Robi és a többieket, te tegezed a zenekarból? Hát igen, a zenekarnak van egy olyan része, aki az 50 évet közelíti, néhányan már picit el is hagyták ezt, és Robi hát ugye félidős ehhez képest, nem okoz egyáltalán problémát. Tehát úgy gondolom, hogy az ő világlátása, meg az ő érettsége a koránál mélyebb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jól egymásra találtunk. Azt mondtad, hogy másfajta zenével indult a zenekar, most úgy érzitek, hogy megtaláltátok azt, amiben otthonosan tudtok mozogni, ami összhangba került a közönség igényeivel, tehát hogy ez az, ami a ti utatok? Szerintem a népdalok ilyen autentikus hangszerek nélkül történő feldolgozása, ez egy olyan út, amin nagyon kevesen indulnak el. Tehát nagyon könnyű úgy népdalokat felismerhetően játszani, hogyha van benne egy furulya, van benne egy hegedű, egy népi hegedű, mert attól már a hangzás népiesnek tűnik. Na most ezt mi kihagyjuk, és hát eredetileg, mikor a Kálmánnal kitaláltuk ezt a zenekart, akkor ez volt az eredeti elképzelés, hogy népdalokat kellene így megcsinálni. Amikor elkezdtünk két akusztikus gitárra játszani, akkor mutatta, hogy neki van egy ilyen száma még, nekem van egy ilyen számom, és akkor elkezdtük a saját zenét is, és akkor egy kicsit háttérbe került a népdal. Viszont, mivel mi az a fajta zenekar vagyunk, aki alulról építkezik, mi mögöttünk nem áll se szponzor, se támogató, nem nyúlnak be sehova, nagyon nehéz úgy saját dalokkal boldogulni, hogy azokat nem ismeri a közönség. A népdalok ebből jók voltak, mert azzal meg tudtuk teremteni a hangulatot, és akkor már saját zenére is sok helyen vevők voltak. A Lord zenekarral volt lehetőségünk több alkalommal együtt játszani, és az ő közönségük is vevő volt a mi saját rockzenei számainkra. Viszont ez a népdalos vonal az annyira beindult, és annyira hívtak bennünket, hogy úgy éreztük, hogy ahogy növekszik a koncertek száma, nekünk is a repertoárt hosszabbítani kell ebben az irányban. Úgyhogy most már azt hiszem 18 dalnál fogunk tartani éppen. Most két új dalon is dolgozunk. Uh-huh. Lemez szeretnétek mondjuk kiadni, akár ezen a vonalon maradva? Nagyon jó lenne valami maradandót hagyni magunk után ebben az értékvesztett világban, de az a baj, hogy manapság már annyi mindenkinek lehet lemeze, nem is mindenkinek megérdemelten, de csak így zárójelben mondom, hogy ha sikerül, akkor nagyon fogunk neki örülni, ha nem sikerül, akkor mi tovább járjuk ezt az utat, amin járunk, tehát koncertezünk rendszeresen, hívnak jobbra-balra az országban, most külföldi meghívásunk is van már,
magyar lakta területekre. Tehát mi ezt azért csináljuk, hogy értéket közvetítsünk. Ha ezt sikerül lemezbe önteni, akkor annak örülnénk. Ha nem sikerül, akkor meg annak örülünk, amit most csinálunk. Azt azért mondjuk el, hogy mindannyiótoknak megvan a civil foglalkozása, tehát kázi nem zenészek vagytok a klasszikus értelemben. Már a profi amatőr, hogyha a sportból veszem a példát, akkor igen, itt abszolút az amatőr kategória, hiszen nem ebből éltek. Nem ebből élünk. Hát Magyarországon ugye, akik ebből élnek, panaszkodnak, hogy nem lehet belőle megélni, tehát nekünk hála Istennek van civil foglalkozásunk, ami leköti az életünk nagy részét, és ez mellett egy kis felszabadulásként használjuk a zenét. Hát Robi meg én egy esztergomi gyárban dolgozunk, ahol gépjárműveket készítünk. Karesz a dobosunk, ő iskoligazgató. Attila basszusgitárosunk, ő egy cégnek a kereskedelmi igazgatója. És Kálmán a másik gitáros, ő pedig jogász pályán dolgozik. A First Class Arcok stúdiójában 6 óra 17 perc van. Jó reggelt azoknak, akik most ébredtek, a Sick Transit együttes két tagja, Torma Laci és Orosz Robi. Velük beszélgetünk egészen fél hétig. Nyugodtan lehet írni SMS 0676450000 a szám, a telefon 061555500, classfm.hu Facebook oldalon is fent vagyunk, és a beszélgetést hétfőn teljes egészében újra lehet majd hallgatni a classfm.hu internetes oldalon, Argyelen Kriszta. Ezt kell keresni, és ott alatta lehet majd szemezgetni az elmúlt hetek interjúi között is, egészen bátran, nyugodtan. Többen is írják, hogy voltak már koncerteteken, például Ani írja, hogy jó, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jó hangulatot tudtok csinálni. Ugye ezt beszéltük, hogy mindenkinek megvan a család, meg a fix munka. Mit szól ehhez? Ehhez tényleg a társ, a partner, a gyerekek, hogy ott a meló, aztán utána, amikor ezek a fiúk hazajönnek, akkor rohannak mondjuk koncertterembe próbálni, előadásokra. Azért, ha jól értem, kell egy megfelelő tolerancia is hozzátok. Nekem ugyan még nincs családom, tehát párkapcsolatban élek én is. Nehéz összeegyeztetni, ugyanis én a zenekar mellett egyéb más foglaltságaim is vannak. Ezt vehetjük akár az énekar, akár sportolás tekintetében. Tehát nehéz beszorítani, főleg akkor, hogy általában ugye hétvégén lehetnék együtt a párommal, de akkor meg valamikor, és reméljük, hogy ebben az évben egyre sűrűbben, elfoglaltságunk van, tehát koncertezni kell menni, nehéz összeegyeztetni, nem tudom, akinek esetleg gyereke van a zenekarból, hogy tudja megoldani, de... Viszi a gyereket és a családot is hétvégén, és ez a program. Volt pár ilyen is egyébként, hogy ilyen nagy sátorosan elindultunk mindenki, hát ugye a zenekarban öten vagyunk, Robiéknál még nincs gyermek, mi négyen vagyunk, négyünknek van összesen 11 gyermeke, és az ő éne... Az már jó gyerekzsúr, hogyha összejön mindenki. Gyerekzsúr, de hát az életkor a gyerekeknek az olyan 11 évtől 22-3-ig terjed, tehát azért vannak itt már komoly felnőttek. Nagyon sok támogatást kapunk a családtól, az tény. Tehát szerencsére a feleségeink megértették azt, hogy nekünk erre szükségünk van, hogy még valamit csináljunk a munka és a család mellett. Heti egy alkalommal szoktunk próbálni, tehát egy estét kell nélkülözniük, illetve éves szinten olyan 15-20 koncertünk van, tehát havi 1-2, mikor, hogy alakul. Ezeket igyekszünk úgy összeegyeztetni, hogy azért a családra is jusson idő, de a mi küldetésünket is tudjuk teljesíteni. De család nélkül nem menni, úgyhogy lányok, innen is köszönjük szépen. Van olyan akár a környéketekről is példa, hogy zenekar tehetségkutatóban próbálkozott, hogy egy picikét meglendítse a zenekar szekerét, ami be is jött ti ebben, nem gondolkodtatok, hogy akár csak odáig is eljutni, hogy televízióban nagy közönség előtt megmutatni, hogy mit szeretnétek, vagy ez a ti érték közvetítésetekben már nem fér bele? És akkor nem akarok véleményt mondani. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye van olyan tehetségkutató, ahol jelentkezik az ember, beválogatják, és megmondják neki, hogy mit énekeljen, mit adjon elő. Ilyenben mi biztosan nem vágnánk bele, még ha adott esetben be is kerülnénk, mert nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk csinálni. Eddig bejött, tehát 100 koncerten vagyunk túl.
eddig elfogadta azt a közönség, amit mi nyújtottunk neki, és nem úgy, hogy megmondták, hogy mit nyújtsunk a közönségnek. Tehát ha valaki bele akarna szólni, hogy mi mit játszunk, abban nem mennénk bele. Van a másik fajta tehetségkutató, ami pedig arról szól, hogy a saját dolgainkat adhatnánk elő. Ebben egy darabig esetleg eljuthatnánk, úgy érezzük, ha bekerülünk, mint a környékbeli másik zenekar is eljutott. És őnekik is ez népszerűséget hozott és ismertséget hozott. Megmondom őszintén, nem próbálkoztunk még ezzel. Tehát volt már másféle pályázat, stb., ahova próbáltunk eljutni, de aztán több alkalommal volt olyan tapasztalatunk, hogy olyanok zsűriztek és olyanok ítélkeztek felettünk, akiknek mi az értékítéletében egyszerűen nem bíztunk, mert láttuk mondjuk egy másik produkcióban, hogy ők mit csinálnak, mit képviselnek, és a mi dolgunkat mi értékesebbnek éreztük az övékénél. Uh-huh. Bocsánat, hogy ez így van, de mi egy hát, ha így van, akkor... Hát kimondjuk, és nem mondják meg nekünk, hogy ez mi a jó benne, meg mi a nem jó benne, meg mit kéne máshogy csinálni, mert mi azért csináljuk így, mert szerintünk ez így jó. Uh-huh. A zenekarba belépés előtt egyébként én voltam tehetségkutatóban több, hát mondhatom azt, hogy több csatornánál is, és akkor nem mondtam azt, hogy melyikben voltam, két csatorna van, kereskedelmi csatorna, úgyhogy eldöntheti mindenki azt, hogy mely tehetségkutatókról van szó, de egy bizonyos szintig eljutottam, és utána megakadt ez a dolog, talán azért, mert nem találtak elég érdekesnek, vagy hangtechnikailag elég képzettnek, vagy éppen azért, mert nem tudták volna azt mondani, hogy akkor fejlődést mutattam a műsor során, és akkor ez nekik nem kifizetődő, mondhatjuk így. Orosz Robival beszélgetek, illetve Torma Lacival itt a stúdióban, ők a Sick Transit Gloria Mundi csapat két tagja, 7 perc múlva lesz 6:30, úgyhogy még lehet nyugodtan kérdezni a 0676 45 000-as SMS számon, hozzászólni a beszélgetéshez. Van-e valahol köd? Milyen közlekedési esemény történt az országban így korán reggel? Remélem, hogy semmi baleset sehol. 061-555-5500 a telefonszám. Illetve a classfm.hu-n és a Facebookon keresztül is el lehet bennünket érni, úgyhogy nyugodtan lehet próbálkozni. Robi, vissza azért a tehetségkutatókhoz, mert többen is írják azt, hogy ők tudják, gondolom, hogy esztergomi vagy a környékbeli SMS, hogy te indultál ilyeneken. Az, hogy nem sikerült, az fájdalommal tölt el, vagy úgy gondolod, hogy ez tapasztalat volt? Még 10 éves voltam, így akkoriban úgy éltem meg szerintem egy kicsit, hogy kudarc, de aztán rájöttem, hogy ez az egész, ettől az ember mindig csak több lesz, tehát egy pluszt ad, és aki igazán eltökélt ebben, az tényleg addig megy, amíg azt nem mondják, hogy na igen, na most rád van szükség, és ezért kerülsz be te a műsorba. Úgyhogy minden egyes olyan dolog, ami az életben szerintem az, hogy buktató, azt lehet fölfogni úgy, hogy kudarc, vagy úgy, hogy igen, ott ezt csináltam rosszul, vagy nem megfelelően, és akkor legközelebb máshogy fogom csinálni, és akkor talán azt mondják, hogy igen, ebben a fiúban, ebben a lányban van valami, és akkor erre van szükségünk. Egyébként ennek van egy nagyon érdekes vetülete is, hogy mi mindenre jó egy ilyen tehetségkutató, hogy mi mindenre nem jó. Hát, fiatalon te is voltál ki, mit tudos? Meg is nyertük a választ. Persze, az ember mindennel próbálkozik, aztán ahogy idősödik, remélhetőleg egyre bölcsebbé válik, és rájön, hogy mivel érdemes foglalkozni, mivel nem. Szóval tavaly augusztus 20-án Egerben játszottunk egy koncertet, és ott a közönség soraiban hála Istennek nagy sikert arattunk. Abó Új Szántó jegyzőasszonya ott volt, és rögtön meghívott bennünket az őszületi fesztiváljukra tavaly szeptemberben. És ott rajtunk kívül is több fellépő volt, tehetségkutatók frissen végzett helyezettjei is felléptek. És nagyon, nagyon pozitív volt számunkra az, hogy mi élőben játszottunk, és óriási lelkesedéssel fogadott bennünket a közönség. Tehát Abó Új Szántón amúgy is a népzenei vonalnak nagy hagyományai vannak. Az, amit mi hoztunk, az ebben egy színfolt volt, egy újabb, és szerintünk erre az Abó Új Szántóiak nagyon jó vevők voltak. És előttünk is, meg utánunk is felléptek tehetségkutatósok, akik playbackről játszottak, és nagyon-nagyon kínos volt a színpad, mert látni, hogy megakad a CD-jük, és
Az ördög sosem alszik. Az ördög sosem alszik, és átéreztük azt, hogy mit érezhetnek ők ott a színpadon, hogy ez most azért nem olyan... Hát meg, és akkor ez tényleg csak a saját véleményem, hogy nem feltétlenül készek ők még arra, amikor kijönnek egy tehetségkutatóból, hogy onnétól kezdve aztán nagy üzembe nyomják, és fellépésről fellépésről járjanak, viszont belekényszerítik ebbe a helyzetbe őket. Belekényszerítik ebbe, minden dalt a szájukba adnak, megírják nekik, és jól néznek ki. Jaj, ti is jól néztek ki. Köszönjük szépen. Tehát bármennyire is durván hangzik szerintem, tehát őket úgy tekinti a média, mint egy termék. Uh-huh. És ez bárhogy is gondoljuk, ez tényleg valóban így van, mert csinálnak belőlük egy terméket, amit el lehet adni. És ugye addig kell a szekret tolni, ameddig megy, és ezért vannak ők is, hogy túlhajszolják magukat ebben az egészben, és azért az, hogy fáradtak, nem tudják hogy csinálni, és tényleg, tehát CD nélkül, playback CD nélkül szerintem nem is lehetne, mert egy nap lehet, hogy valaki 10 vagy 15 helyre megy, uh-huh. akár, és elfárad a végére, akár csak az utazásban. Hiába kis ország a miénk, de akkor is vannak távolságok. Há, persze. Robi, te most jól érzed magad a bőrödben itt a zenekarban, most már azért 3 éve, lassan 4. Igen. Azt merem mondani maga biztosan, hogy igen, nagyon-nagyon jó a hangulat a próbák közben is, akkor a színpadon segítjük egymást bármennyire, azt nézzük, hogy tudnánk fejleszteni még, tehát az összes, amilyen fellépési díjakat kapunk, az mind egy közös kasszában, vagyis azt mindig arra fordítjuk, hogy hogyan lehetne ezt hasznosan elkölteni a zenekar számára, tehát technikai dolgokat hogy tudjuk megoldani, hogy minél jobb színvonalú előadást tudjunk prezentálni a hallgatóság felé. Uh-huh. Laci, te hogy látod a következő pár évet? Szeretsz így előre nézni, vagy inkább visszafelé és merengeni azon, hogy volt, mint volt, mit kellett volna? Hát most december 23-án volt a 100. fellépése a zenekarnak. Ebben a felállásban az 52. egyébként. Úgy jó volt úgy visszanézni a honlapunkon, hogy meg is emlékeztünk, hogy mi minden történt velünk, de ez már mögöttünk van. Szeretünk előre nézni. Ebben a világban nagyon hosszan előre tervezni nem lehet. Tehát ugye mi amatőr státusú zenekar vagyunk, hála Istennek van egy karitatív menedzserünk Maja, aki szintén felajánlásból rengeteg minden koncertet, fellépést, rádióinterjút szervez nekünk, és igyekszik tolni a zenekar szekerét. Ő mindig kicsit titokzatos, mert azt mondja, hogy amíg valami nem biztos, addig nem is akarja nekünk mondani, nehogy csalódást okozzon. Nem okozna soha csalódást azzal, hogyha valami nem jön össze, mert tudjuk, hogy ő szívét, lelkét kiteszi a zenekarért. Benne bízunk, idénre is már vannak lehetőségeink, budapesti megkeresés érkezett, Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkezett megkeresés, tehát Maja folyamatos tárgyalásban van, és amikor szól, hogy ekkor és ekkor itt és itt koncert lesz, akkor beírjuk a naptárunkba, és alig várjuk, hogy mehessünk. Azt tudjátok már, hogy legközelebb mikor lehet benneteket látni, hallani? Itt most több minden van függőben, ha minden jól megy, akkor február 22-én lenne Budapesten egy zárt körű rendezvényen egy fellépésünk, aztán ez a Sepsiszentgyörgy, ez május 2-a, 3-a, 4-i hétvégén lenne, ez is tárgyalás alatt áll, konkrét időpontunk még nincsen, ez a kettő, amit tudunk, hogy 99% hogy lesz. De hát a honlapotokon akkor mindenki érdeklődhet. És a honlapunkon persze ott meg lehet találni. Nagyon szépen köszönöm, az időnk az lejárt, örülök, hogy itt voltatok, és akkor halljunk rólatok még jó sokat, sok sikert. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a meghívást. Orosz Robi, illetve Torma Laci, a SickTranzit. Orosz Robi, illetve Torma Laci, a SickTranzit Gloria Mundi együttes tagjai kászálódnak fel a székből éppen, és hagyják el a stúdiót. Olvasom az SMS falat közben, hogy hol lapcím. Igen, sicktranzit.hu. Ezt is elmondtuk, és a beszélgetést újra lehet hallgatni hétfőn.